A Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül ismét Alapi István, az Edda gitárosa volt a vendége az Én és a hangszerem elnevezésű rendezvénynek. A hangszeres zenészekkel kötetlen beszélgetéseket folytató programsorozat hagyományosan olyan országos elismertséggel bíró művészeket lát vendégül, akik szóval az életükről, zenével, a művészetükről mesélnek. Ezek mindig olyan beszélgetések, ahol egy kicsit szóba kerül a gyerekkor, a család, a vágyak, a félelmek, a remények, illetve azok az utak, amelyeket mondjuk egy-egy zenész bejárt, és ugye, hogy ne csak szavakat halljunk, ne csak beszélgetés legyen, ezért mindig megkértük a zenészeket, akiket vendégül láttunk, hogy vagy saját maguk, vagy mondjuk a zenésztársaiknak a segítségével mutassák is be azt, hogy igazából kik ők, tehát a zene által is. Ugye Alapi István az már nem először a vendég, tavaly már volt itt egyszer, és annyira jól sikerült akkor a beszélgetés, hogy már akkor elhatároztuk, hogy meghívjuk idén is, és ugye ennek volt egy olyan apropója is, hogy Istvánnak közben megjelent egy önéletrajzi könyve. A spontán hangvételű beszélgetés nem csak a jól megszokott kérdésköröket érintette, hanem a művészben lakó embert is próbálták felszínre hozni, annak mindennapjait bemutatni. Jobban szeretem azt, amikor hirtelen nekem szegeznek egy kérdést, és akkor tényleg, ami akkor előjön a fejemből, azt tudom elmondani. És nem pedig valami előre betanult. Nagyon utálom azokat az interjúkat, rengeteg zenész kollégától látok olyan interjúkat, hogy 26-szor látok velük beszélgetést, és egyfajta betanult sablont mondanak állandóan. Amiről azt gondolják, hogy az az ő imidzsükhöz, vagy az ő dolgaikhoz illik, és akkor akármit kérdeznek, ők azt mondják. Na, én ezeket nagyon gyűlölöm. Tehát én sokkal jobban szeretem, a zavarba hoznak egy kérdéssel, és akkor vakarom a fejem, hogy ebből hogy mászok ki. A rendezők bakancslistáján kiemelt helyen szerepelt Pródi János és Koncz Zsuzsa közös meghívása, akik 1963-ban a Györöki Mólon ismerkedtek meg. Ennek az eseménynek a 60. évfordulója alkalmából egy emléktábla avatásra is sor kerül idén szeptember 9-én, majd pedig a Balatonparton a két művész közösen mesél majd hasonlóan személyes hangvételben az életükről és a zenéről.